Dicsértessék a Jézus Krisztus! Udvardi Márton, püspöki szertartó vagyok. A mai evangéliumi szakaszunk Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a tanítványainak. Juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Pál és Barnabás a mai olvasmányban annak hirdette az evangéliumot, aki befogadta. Nem mentek tovább, nem keresgéltek és nem ragaszkodtak ahhoz az eredeti elképzeléshez, ami nekik volt, hanem oda mentek, akik meghallgatták őket. János a jelenések könyvében azt írja, hogy minden nemzetből és törzsből, minden népből és nyelvből voltak jelen a bárány előtt. A bárány előtt, aki azért volt ott, hogy megjutalmazza őket. Mindenki, aki ott volt, aki jelen volt, annak fontos volt az, hogy Jézus nem ítélni jött, nem azért volt ott, hogy megítélje őket, hanem azért, hogy legeltesse őket, és az élő vizek forrásához vigye őket. Majd utána az evangéliumban Jézus azt mondja, hogy ismeri a juhait. Ismeri a juhait, és a juhai követik őt. Azok a juhok, akik befogadják Jézus tanítását. Azok a juhok, akik tudják, hogy számukra fontos az, amit Jézus mond, számukra fontos az, amit az apostolok tanítanak. Nagyon nagy kérdés, hogy hogyan juthatnak el mások Jézushoz? Hogyan juthatnak hozzá a tanításhoz, hogyha nem általunk? Mi vagyunk azok, akik tovább tudjuk adni. Mi vagyunk azok, akik hallottunk róla, akik bizonyos részét megtanultuk. És mondhatjuk azt, hogy nem csak kötelességünk hirdetni az evangéliumot, nem csak kötelességünk továbbadni, hanem felelősségünk is. Ha Márk evangéliumának a végét nézzük, Jézus azt mondja, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Rajtunk múlik, hogy kik azok a környezetünkből, akik hinni fognak. Akik hinni fognak a mi szavunkra, akik hinni fognak a mi cselekedeteink által. Ugyanis a legkevesebb az, amit a cselekedeteinkkel tovább tudunk adni. És a legfontosabb és legjellemzőbb az, hogy mindent hogyan csinálunk a hétköznapokban, hogy hogyan végezzük a feladatainkat, hogyha ezek tükrözik Isten igéjét, tükrözik Jézus tanítását, akkor az emberek hallgatnak a szavunkra. De a szavaink nem fontosak. A szavaink csak akkor válnak fontosakká, ha a tetteinkkel már előre hitelesítjük őket. Nagyon fontos, hogy azt tudjuk továbbadni,
amit magunk is megtanultunk, azt tudjuk továbbadni, amit magunk is megértettünk, és csak az jut tovább, amit be is fogadtunk, és az életünkben tettekre váltottunk. A mai világban a hitelesség kérdése nagyon fontos. És ez a hitelesség az, ami egyértelműen tükrözi, hogy a mi tanításunk az működik-e a való világban. Az emberek a legtöbb esetben kipróbálják az eszközöket, kipróbálják a dolgokat, mielőtt magukévá teszik. Hogyha mi nem váltjuk tettekre, és nem tudják letesztelni a mi tetteink által, hogy a tanításunk működik, akkor nem fogják ezt választani. Nagyon nagy a felelősség, hogy mi, keresztények, hogyan viselkedünk. Ez nem a papság feladata, pontosabban nem csak a papság feladata, hanem minden hívőé, minden keresztényé, aki egyszer meghallotta, meghallgatta, megtanulta, befogadta Jézus tanítását, és mindezt tettekre váltja. Innentől lesz működő az evangélium, és innentől fog valójában terjedni általunk, rajtunk keresztül. Jézus vár ránk, ne várassuk sokáig. Amen. Maga a kiállítás az egy turisztikai pályázat kapcsán lett létrehozva, hogy növelje a településnek, illetve az egyházközségnek is a vonzerejét, és ezen pályázat kapcsán hoztuk létre tulajdonképpen ezt a helyi egyháztörténeti kiállítást, amelynek az érdekessége az, hogy kölcsönvett kiállítási darabok nincsenek, itt minden megtalálható volt, vagy a templomban, vagy a plébánián. Kiállítottunk liturgikus tárgyakat, amiket használunk szentmisén, vagy egyéb szentmisén kívüli liturgikus cselekményekkor, de a kiállítás részét képezik a különféle régi egyházi könyvek, anyakönyv, vagy éppen valamilyen vizitációnak az okirata. Emellett kiállításra kerültek egyházi ruhák is, megmutatva az akkori kornak a szépségét, mívességét, amik a miseruhákon is látszanak. Ez egy kánoni vizitációnak a jegyzőkönyve, és az van tulajdonképpen bőrre írva, és száraz pecsétnyomóval ellátott dokumentum ez 1723-ból. Ez egy ostyasütővas, és régen a vincés nővérek, úgy tudom, hogy itt két helyen ők voltak, akik sütötték az ostyát, ők voltak, akik ezzel az ostyasütővassal a plébánia részére az ostyát készítették. Fiatal életem, ugye már kisgyerek korunkban itt voltunk, és mi napi misét, ugye iskolában minden reggel, a 7:30-kor szentmise volt, akkor úgy mentünk tanulni. Akkor a vasárnapi szentmisén mindenkinek ott kellett lenni, és névsorolvasás volt. Szigorúak voltak a kedves nevérek, de jók is. Meg a fiúk külön jártak, az itt a templom mellett van, az az épület, ott jártak a fiúk. Minden szombaton jöttünk a vasárnapi szentmisét
az énekeket megtanulni közösen az iskolás gyerekekkel, a felső osztály, ugye az 5.-6. volt a felső osztály akkor. És akkor vasárnap, hát mindenki itt volt, úgy álltunk a templomba, és ott azok előtt voltak a fiúk, a kislányok, az alsó tagozatok. Itt a kedves nővér volt egy tanító úr, a térdeplőn ott vigyáztak rajt, majd még kicsik azok, még egy kicsit rendetlenkedtek. Na, utána voltak a nagyobbak, és akkor, hát mondom, mise után mindig névsorolvasás volt. Akkor délután, már majdnem mindenki jött a litániára. 14:30. Akkor két mise volt. Volt egy iskolás mise, utána 10 órakor a nagy mise. Ez a kicsi, az 8:30 volt. Akkor ugye nagy volt az a falu, 4000-nél több volt a lakos. Hát sokan voltunk, sokszor tömve volt, főleg nagy ünnepeken, ha még az utcán is álltak. Ezek a kedves nőjék óvodásokat is tanítottak, sőt az óvoda, ahol most is van, meg akkor is, akkor ott kórház volt. Mikor Mária nap volt két helyen, akkor tanultunk táncot, a kedves nővérek tanítottak. Hát nem amilyen olyan nótára, hanem csak olyan szépeket, amiket ők tudtak. És akkor a litánia után, ugye 14:30 volt a litánia, ugye tudta az egész falu, hogy mi lesz, és akkor volt egy nagy vásártér, és oda mentünk ki, Töspörös úr, kaplán úr, a tanítók, ugye nagy falu volt, meg nagy gazdaság, és azok a gazdasági vezető emberek, azok is mindenhol ott voltak, színdarabtól elkezdve mindenhol.